Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Nekem nagyon fontos volt, nyilván egy ilyen tavalyi szezon után, úgy mondom, hogy egyénileg, amit sikerült szerencsére elérnem, azután úgy vágtam neki az új szezonnak is, hogy szeretnék minél többet szerezni, minél több volt szerezni idén is, és hál' Istennek sikerült elindulnom egy úton. Remélem, hogy még messze a vége. Milyen volt egyébként ez a mérkőzés? Mert azért láttuk, hogy elég küzdelmesen indult, aztán a kiállítás is, meg az első gól azért sokat segített nektek. Hál' Istennek szerencsésen alakultak a dolgaink, tényleg ez a kiállítás is, meg ugye az öngól is, amit említettél. Utána, hál' Istennek, úgy gondolom nem volt nehéz dolgunk. Tehát megcsináltuk azt, amit kértek tőlünk, próbáltunk letámadni végig, nyomás alatt tartani az ellenfelet, és hál' Istennek sikerült 5 gólt szereznünk, ez szerintem nagyon pozitív. Milyen egyébként két újonc csapat ellen kezdeni egy bajnokságot? Hát 6 pontot szereztünk, úgyhogy szerencsésnek mondanám. Az edzőink megnézték a mérkőzéseiket, és próbáltak minket felkészíteni, úgy tűnik, hogy jól sikerült, mert ahogy előbb is mondtam, 6 pontot szereztünk, ennél jobb kezdést nem is lehet elképzelni. Ti mennyire érzitek? Azért mondtad, hogy sikerült megvalósítani mindent, amit szerettetek volna. Hol van még ennek a játéknak a vége? Mert azért úgy hallottuk, hogy még nagyon nem az, amit látni szeretnétek. Én személy szerint ennek az 5 gólnak nagyon örülök. Mondhatni, elégedett is vagyok vele. Nyilván a maximalizmus az azt jelenti, hogy mindig többet akar az ember. Lehetett volna ez is 7, de úgy gondolom, hogy ez az 5, ez megfelelő volt az első hazai meccsünknek. Nem mondom, hogy minden meccset 5 góllal fogunk nyerni, azt sem mondom, hogy minden meccset megnyerünk, de biztos, hogy azon leszünk, hogy úgy legyen. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.